főügyész válogató. Holnap hallgatják meg a DNA főügyészi tisztségére jelentkezett ügyészeket. Az igazságügyi miniszter szerint elképzelhető, hogy senkinek nem szavaznak bizalmat. Szilmalomharc. Sziszifuszi munkának bizonyul a jogérvényesítés Romániában. Az eszközök megvannak, de a törvényeket nem tartják be. Marosvásárhelyen ismét elgáncsolták a kétnyelvűsítést. Sátornyitás. Hivatalosan is elkezdődött a tusványos. 25 rendezvénysátor több száz programja várja az érdeklődőket, akik képet alkothatnak a kárpát-medencei magyarság jelenéről és jövőjéről. Híreinket látják, köszöntöm nézőinket! Pénteken nevesítik az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség új vezetőjét. A tisztségre négyen jelentkeztek, de az is meglehet, hogy egyikük sem veszi sikerrel a versenyvizsgát. A DNA főügyészi tisztség azt követően maradt betöltetlenül, hogy Klaus Johannis államfő aláírta a Laura Kodruce kövesi menesztéséről szóló elnöki rendeletet. A korrupció ellenes ügyészség vezetői posztjára ezért versenyt írtak ki, amelyre négyen jelentkeztek. Florentina Mirica, a DNA korrupció megelőzési osztályának szolgálati főügyésze, Christian Lázár, a legfőbb ügyészség büntetőjogi kivizsgáló osztályának főügyésze, Marius Jákob, a DNA helyettes főügyésze, és Elena Greco, a DNA központi struktúrájának egyik szolgálati főügyésze. A jelentkezők mindegyike számottevő szakmai tapasztalattal rendelkezik, hangsúlyozta Augustin Lázár legfőbb ügyész, az elvárásokról is beszélt. Az ideális jelölt nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik a legfőbb ügyészségen belül. Továbbá a magas szintű bűnüldözést tartja a legfőbb céljának az alapvető jogok tiszteletben tartásával. A négy jelentkező meghallgatására holnap kerül sor, pénteken lesz eredményhirdetés. Tudor Eltoádér igazságügyi miniszter azt mondta, lehet, hogy kinevezik az egyik jelentkezőt a DNA élére, de az is lehet, hogy senkit nem nevesítenek a tisztségre. Meglátjuk, hogyan szerepelnek az interjún, megnézzük a terveiket, majd a bizottságban eldöntjük, van-e olyan jelölt, akit javasolunk a CSZM-nek, majd az államfőnek, és ki az a jelölt. Nagyon valószínű, hogy a négy jelölt egyike állhat a DNA élére, de az is nagyon valószínű, hogy egyikük sem. Hozzátette, amennyiben egyik jelöltet sem nevesítik a korrupcióellenes ügyészség vezetői tisztségébe, a folyamatot újra kezdik. Alkotmányossági kifogást emelt Klaus Johannis a büntető törvénykönyvet módosító jogszabály, valamint a korrupciós cselekedetek megelőzését, beazonosítását és büntetését szabályozó törvény módosítása ellen. Az államfő az elmúlt időszakban több ízben emelt alkotmányossági kifogást az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosítása ellen. Korábban a bírák és ügyészek jogállását szabályozó törvény módosításai ellen nyújtott beóvást. Ezt szeptember 18-án tárgyalja az Alkotmánybíróság. Egy héttel később, szeptember 25-én a taláros testület arról az óvásról dönt, amelyet a büntetőeljárási törvénykönyvvel és az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló törvénnyel kapcsolatban fogalmazott meg az államelnök. Sziszifuszi munkának bizonyul a jogérvényesítés Romániában. Ez hangsúlyosan igaz, ha a kisebbségek jogairól van szó. Hangzott el Tusnádfürdőn a 29. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik panelbeszélgetésén. Mennyire hatékonyan működik a jogérvényesítés Romániában, miként járul ehhez hozzá a parlamenti törvényalkotási munka, és mennyire érvényesülnek a kisebbségi jogok Romániában? Ezekre a kérdésekre kerestek választ az idei tusványos Bethlen Gábor sátrában tartott panelbeszélgetésen. A valóság pedig rémisztő, hangsúlyozta Molnár Zsolt. Az ombudsman helyettes szerint ugyanis évről évre nő a népügyvédjéhez beérkező panaszok száma, és bár az intézmény ajánlásokat fogalmaz meg, ezeket egyes közigazgatási egységekben betartanak, máshol viszont már nem. Szerinte sziszifuszi munkának tűnik a kisebbségi jogérvényesítés az országban. Az ajánlásainkban igyekszünk a legtöbbször rendszer szintű megoldásokat javasolni, és azt kérni a minisztériumoktól, azt kérni a kormánytól, a parlamenttől, hogy olyan törvényeket, olyan alkalmazási módszertanokat, olyan szabályokat hozzanak, amelyeket, hogyha az egész országban betart az önkormányzat vagy a kormányzati szervek, akkor kiküszöböljük a beérkezett panaszok okait. De nem csak az intézményes jogérvényesítés akadózik, a törvényalkotási munka is számos akadályba ütközik, főként, ha a kisebbségi jogokat kell érvényesíteni, mondja Ambrus Izabella, parlamenti képviselő. Számos olyan eset volt és van jelen pillanatban is, amikor nagy nehezen sikerült átvinni egy törvénykezdeményezést, amely több jogot biztosít a kisebbségek számára.
és ha meggyőzzük a partnereinket, és megszavazzák, mondjuk átmegy a parlamenten ez a törvénykezdeményezés, akkor is nehézségek vannak, nem csak az alkalmazás tekintetében, hanem már ott, hogy az ellenzék például megtámadja az alkotmánybíróságon, alkotmányellenességi kifogásokat emel, ugyanakkor az államelnök is tudjuk, hogy nemrég ezt csinálta, és mindez olyan, egy olyan folyamat, ami húzódik, és sajnos kisebbségi szempontból nem jó, mert a jogaink nincsenek biztosítva. Az ellenzék legutóbb az anyanyelv használati jogot is biztosító közigazgatási törvénykönyv ellen emelt alkotmányossági kifogást, az államfő pedig azt az oktatásügyi törvényt küldte vissza a parlamentnek megfontolásra, amely lehetővé tette volna, hogy létszám alatt is lehessen olyan osztályokat indítani, ahol egy adott kisebbség nyelvén oktatnak. Érvénytelenítette első fokon a Marosvásárhelyi Közigazgatási Bírósága a megyeközponti önkormányzat két határozatát, amelyek a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkoztak. A Marosvásárhelyi RMDSZ vezetése azonban nem adja fel a küzdelmet. A kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó két határozatot tavaly októberben fogadta el a Marosvásárhelyi Tanács. Az egyiket a Szabad Emberek Pártja nyújtotta be, és az utcanevek magyar fordításának kihelyezéséről rendelkezett. A másikat az RMDSZ frakció terjesztette be, és előírta, hogy a fordítást a hivatalos utcanévjegyzékbe kell beemelni. A tanácsi határozatokat Lucián Goga, akkori Maros megyei kormánybiztos támadta meg a közigazgatási bíróságon, amely első fokon érvénytelenítette a két határozatot. Egyértelműen tovább kell vinnünk ezt a munkát, és ha nem sikerül helyi szinten érvényt szereznünk, akár ennek a határozatnak a megtámadásával is, akkor számítunk arra, hogy a közigazgatási törvénykönyv, amelyet frissen fogadott el a parlament, az majd rendezi a helységnévtáblák mellett az utcanévtábláknak a sorsát is, és felírhatjuk végre Marosvásárhelyen is, úgy, ahogy Segesváron román és német nyelven már megtalálható, és ott szabad, felírhatjuk Marosvásárhelyen is az utcáinknak a magyar elnevezését is. A kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó határozattervezetet először 17 évvel ezelőtt 2001-ben terjesztette be az RMDSZ. Azóta számos próbálkozása volt a helyi magyarságnak, amelyeket rendre elgáncsolt a városvezetés, a prefektúra. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a 29. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, azaz tusványos. Vasárnap hajnalig 25 rendezvénysátor több száz programjával várják az érdeklődőket, akik nem csak fesztiválozhatnak, hanem képet alkothatnak a Kárpát-medencei magyarság jelenéről és jövőjéről. Alapítók, szervezők és házigazdák részvételével nyitották meg a Tusnádfürdői kempingben a 29. tusványost. A rendszerváltás előtt a David Campanile, a BBC brit újságírójának ötlete alapján született fesztivált 1990 óta minden évben megrendezik. A hét alkalommal bálványos fürdőn, majd azóta Tusnádfürdőn szervezett. A Szabad Egyetem és fesztivál jelleget ötvöző rendezvény a Kárpát-medence nagyszabású szellemi műhelye, amely a román-magyar és magyar-magyar politikai párbeszéd elősegítésére vállalkozott. Az elmúlt években több olyan gondolat fogalmazódott meg itt Tusnádfürdőn, ami később a jogszabályokban köszönt vissza. Ilyen volt az oktatási nevelési támogatásnak a gondolata. Én most már azt mondhatjuk, hogy 17-8 éve ez minden magyar gyermek számára zajlik, aki magyar oktatásban vesz részt. Aztán ilyen volt a kettős állampolgárságnak is a gondolata, amit bár nem így született meg talán először, de a Szabad Egyetem karolta fel. Németh Zsolt már a Szabad Egyetem születésénél is bábáskodott. Azt mondja, a rendezvényen résztvevő politikumnak már a szenvedélyévé vált tusványos. Bár informális rendezvény, többször is elhangoztak olyan előadások és beszédek, amelyek széleskörű vitákat gerjesztettek Magyarországon és Romániában. Szenvedélyünk tusványos, azt jelenti ez a motto nekem, hogy immáron a génjeinkbe ivódott tusványos. Az a lelkület, az a szellemiség, az a politizálás, ami itt kialakult az elmúlt 29 esztendőben. Legfontosabb talán a szókimondás, ez a magyar politikában egy nagyon fontos jellemző.
A Szabad Egyetem legfőbb jellemzője idén is az a politika műhely jelleg, amely az előadásukkal előtérbe helyezi az erdélyi magyarság számára fontos politikai közéleti témákat, köztük az autonómia ügyét, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem, valamint a katolikus iskola kérdését, a restitúciót és a kisebbségi jogérvényesítést. Pénzt folyósít a kormány az árvíz sújtotta településeknek. Erről tegnap fogadott el kormányhatározatot a Döncsilla kabinet. Árvíz pusztított az elmúlt hetekben, hónapokban Romániában. A lezúduló ár országutakat mosott el, és az ország több száz településén keletkeztek jelentős károk. A kormány sürgősségi tartalék alapból segíti az árvíz sújtotta települések önkormányzatait és lakóit. Elfogadtunk egy kormányhatározatot, amelynek értelmében 212 millió 159 ezer lejt különítettünk el a helyi infrastruktúra rendbetételére abban a 28 megyében, ahol a jelentős esőzések árvizet és földcsuszamlást eredményeztek. A kormány szóvívő elmondta, ezt az összeget a regionális fejlesztési tárca javaslatára azoknak a településeknek folyósítják, amelyeket a március-május, illetve a június-július közötti időszakban árvíz sújtott. A meteorológusok szerint az elkövetkező időszakban is bőséges csapadékra kell számítani. Az ország 14 megyéjében ma este 11 óráig másodfokú esőriadó van érvényben. Medvetámadás történt a 29. Belvárosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor 0. napján. A 27 éves áldozatot beszállították a Csíksomlyói Kórház fertőző osztályára. Erről Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke számolt be ma a Facebook oldalán. Sajnálatának adott hangot amiatt, hogy többszöri kérésüket, miszerint szállítsák el a hárombocsos anyamedvét, nem kezelték felelősség teljesen. Az önkormányzati vezető az Ager Press hírügynökségnek azt is elmondta, hogy Hargita megyében jelenleg háromszor nagyobb a medve populáció az optimális létszámhoz képest. Körülbelül 1500 medve tartózkodik Hargita megye területén, holott csak 400-nak kellene lennie. A tusványos táborhely színén táblák tucatja hívja fel a figyelmet a medve veszélyre. Borbóly azonban azt hangsúlyozza, hogy a nagyvadak ellen ennél komolyabb fellépésre van szükség. Nyárát Szeredában szervezik a 26. Bolyai Nyári Akadémia szakoktatással kapcsolatos műhely munkáit. Ennek keretében a duális oktatás magyarországi gyakorlatait népszerűsítik. Ezek a magyarországi előadók egy héten keresztül képezik az erdélyi különböző szakközépiskoláiban oktató pedagógusokat. Bemutatják a Magyarországon működő duális képzés gyakorlatait. Azokat a gyakorlatokat, ahogy mérik a diákokat, ahogy fejlesztik a diákokat a cégek, azokat most így saját élményben is kipróbálhatják az itteni szakoktatók, mérnök tanárok. Ez azt jelenti, hogy módszert a módszerrel tanítunk, és emellett konkrétan 4 cégnek a felvételi rendszerét és képzési rendszerét, kifejezetten a szakképzési rendszerét mutatjuk itt be. Emellett a tanárok alkotó műhelyen vettek részt, amelynek a kreativitás fejlesztése volt a célja, a szakoktatás hatékonyabbá tételének érdekében. Szerettem volna elsajátítani, vagy egy sémát, hogy mi szerint lehetne egy kicsit a diákokból többet kihozni. Tehát a nyári akadémia közvetett módon a diákok fejlődését is célozza. A fő célpont az a tanárok, de közvetett módon a gyermekekre is hatással van. Úgy gondoljuk, hogy az oktatásban, azon kívül, hogy a diák a fő célpont, de a tanárok képzése is nagyon fontos. Reméljük, hogy a tanáraink azok színesebbé válnak egy ilyen képzés után, illetve szakmailag is jobbodnak. A nyári akadémia a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 17 millió forintos támogatásával és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének ernyője alatt jött létre. Választhatnak a nők, hogy 63 vagy 65 évesen mennek nyugdíjba. Ennek hátterében egy múlt hónapi alkotmánybírósági döntés áll, amely egy napja lépett hatályba. A taláros testület döntése értelmében a nőknek meg kell adni a jogot, hogy a férfiak számára megszabott nyugdíjkorhatárig dolgozhassanak, ellenkező esetben nemi alapon történő megkülönböztetés áll fenn.
Az Alkotmánybíróság szerint, amennyiben 65 éves kor előtt előírásszerűen megszűnik a nők egyéni munkaszerződése, az nemi alapon történő diszkriminációt és a nők munkához való jogának korlátozását jelenti. A 63. életévüket betöltött nőknek így választási lehetőségük lesz aközött, hogy kérik nyugdíjazásukat, vagy 65 éves korukig folytatják az egyéni munkaszerződésben megszabott tevékenységüket. Közel 70 gyermek vesz részt a 14. alkalommal megszervezett Teeny Dance Center tánctáborban, ezúttal Székelyhídon. A résztvevők nem csak táncolni tanulnak, hanem számos képességfejlesztő foglalkozáson is részt vesznek. Az ötnapos tábor idején a legfőbb cél az, hogy egymásnak örömet okozzanak. Csatakiáltástól zeng a székelyhídi sportcsarnok. Mintegy 70-en vesznek részt a helybéli Teeny Dance Center 14. nyári tánctáborában. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy egyben nevelő és játékos is legyen. Ugyanakkor az egyik legfontosabb, hogy örömet szerezzenek egymásnak. A mostani táborunk mottója az, hogy az legnemesebb emberi érték az, hogyha örömet szerezhetünk, boldoggá tehetjük egymást. Ezt a gondolatot szeretnénk megvalósítani ebben a táborban is. Kicsik a nagyok, a táncokon keresztül mindent megteszünk azért, hogy jól érezzük magunkat, és mindenki igazán szeretettel élvezze a tábori létet. Székelyhíd környékéről számos településről érkeznek a gyermekek nap mint nap a tánctáborba, kicsik és nagyobb bacskák egyaránt. Csoportokra osztva foglalkoznak velük, korosztályukhoz és a táncvilágában való jártasságukhoz mérten kapják a játékos feladatokat. Nálunk nem csak a táncról szól az egész tábor, hanem emellett nagyon sok egyéb foglalkozás is van. Játékos stílusban sajátítják el a táncot, illetve nagyon sokszínű az, amit tanítunk nekik. Próbáljuk ilyenkor fejleszteni őket még inkább, olyan képességeiket is, amelyeket ugye évközben nem tudunk, mert egy heti egy óra nem elég rá. A részvevő gyermekeknek csapatindulót kellett írniuk, amit meg is kellett zenésíteniük, és a koreográfiát is össze kellett állítaniuk. A tánc és a tanulás mellett a szórakozás is fontos szerepet játszik. Kreatív és ügyességi játékokba vonják be őket, sőt a közeli termástra nyújtotta lehetőséget is ki használják, amikor az időbeosztás és főleg az időjárás megengedi. Idén is színes programmal, változatlan programpolitikával rendezik meg augusztus végén Kézdivásárhely város ünnepét, az őszi sokadalmat. Az értékszüret mottóra épülő rendezvény középpontjában a kézműves és hagyományos termelők vására áll. Ezeken a tavalyi felvételeken látható, hogy még a legkisebbek is ropják a táncot a Kézdivásárhelyi őszi sokadalom nekik szánt rendezvényén. Idén sem lesz másként, hiszen a Caritas által a központi parkban szervezett gyermekváros kibővítve nyitja meg kapuit. A 65 fős önkéntes csapat közel 20 ügyességi játékot és 9-10 kreatív műhelyt rendez be és koordinál, és a gyerekeknek szánt tevékenységeken a felnőttek is részt vehetnek. Természetesen nem marad el a Molnár Józsiás Parkban a Pityóka Fesztivál. Lehet majd erdélyi borokat kóstolni a borudvarban, és lesz utcazene is. A szervezők ugyanakkor több mint 100 kézművest várnak. Az ifjúsági programokért a Kézdivásárhely ifjúsági szervezet felel. Az ifjúsági tér a Gábor Áron szobor túlsó részén kap helyet, ahol a szervezők egy minőségi szórakozási, kikapcsolódási és találkozási pontot hoznak létre, ahol különböző előadásokon, beszélgetéseken és fiatalos programokon vehetnek részt az érdeklődők. A korábbi évekhez hasonlóan idén is minden este neves előadók lépnek majd fel, és a koncertek ingyenesek lesznek. Elhunyt Szepesi György, a magyar sportrádiózás legendás alakja, mutatjuk a folytatást is. Vereséget szenvedett a kolozsvári CFR labdarúgó csapat a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának első mérkőzésén.
a svéd Malmö együttese még a szünet előtt betalált a kolozsváriak kapujában. A gól megbénította a Jordanescu tanítványait, a CFR-nek ugyanis ezután egyetlen kapura lövése sem volt. A mérkőzés 0-1-es arányban ért véget, ami jelentősen csökkenti a kolozsvári gárda esélyét, hogy a legrangosabb európai kupasorozatban folytathassa a küzdelmet. A visszavágót egy hét múlva rendezik Malmöben. 96 éves korában elhunyt Szepesi György, a magyar sportrádiózás legendás alakja, akit az aranycsapat 12. játékosaként tartottak számon. Ő közvetítette az 1953-as londoni 6-3-as meccset, az évszázad mérkőzését. 15 nyári olimpián és 14 labdarúgó világbajnokságon volt ott a Magyar Rádió, majd később a FIFA képviseletében. Az olimpiáról először 1948-ban tudósított, egy híján 50 magyar olimpiai aranyérem megszületésénél lehetett ott. 1979 és 1986 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, elnöksége idején szerepelt utoljára a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon. 1982-ben beválasztották a FIFA végrehajtó bizottságába, és tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak is. Szepesi György számtalan díj és elismerés tulajdonosa, a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ leghosszabb ideig tevékenykedő sportriportere. Létrejött Marosvásárhelyen a régóta várt olimpiai birkózó központ. Ennek tevékenységét a Román Olimpiai Bizottság finanszírozza. Több éves álom vált valóra Marosvásárhelyen. Évekig húzódó ügyintézés után ugyanis megalakult az olimpiai birkózó központ. Gyarmati Ferenc birkózó edző korábban azt nyilatkozta híradónknak, hogy az olimpiai központ egy olyan hiánypotló létesítmény, amely jelentősen elősegíti a sporták fellendítését. További pozitívum, hogy a tevékenységét a Román Olimpiai Bizottság finanszírozza. 300 napot finanszíroznak egy évbe, tehát egy nagyon nagy lehetőség városunknak, az itteni gyerekeknek ez az olimpiai központ. Történelemben először történik ez meg, ez annak is köszönhető, hogy ugye a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklubnak, mind a Marosvásárhelyi Maros Sportklubnak mindig is kiváló eredményeik voltak. Az elvárások is nagyok a központon, hiszen azt tervezik, hogy a sportolókkal a nemzetközi versenyeken való részvételen túl megcélozzák a 2024-es és a 2028-as olimpiai kvalifikációt, mi több az éremszerzést is. Az Erdélyi Magyar Televízió híreit látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!